Szezonnyitó sétarepülést és honvédelmi bemutatót tartottak az zalaegerszegi reptéren. A látogatók kis repülővel vagy helikopterrel szállhattak fel a magasba, míg a legkisebbeket gyermekprogramokkal várták. A Legendák a levegőben szervező csapata közel 10 repülőeszközt hozott az András Hidai légi kikötőbe a hétvégén. Köztük merevszárnyú repülőgépet, siklóernyőt, sárkány repülőt és helikoptert. Nagyon sok repülőtérre megfordultam, hiszen jó magam is pilóta vagyok. Ez az egyik kedvenc repülőterem az zalaegerszegi. Mindez azért, mert egyrészt gyönyörű a környezet, másrészt az infrastruktúra számunkra, a rendezvényeink számára megfelelő. Tök mondhatom, hogy tök barátságosak a helyiek, illetve a repülőklubnak a vezetői, a reptér üzemeltetői, úgyhogy mi mindig örömmel jövünk. Pellinger Laura és párja magyar fejlesztésű Magnusszal repült a város felett. Nekem az volt az első olyan repülésem, és neki is, ami úgy mind a kettőnknek emlékezetes maradt. Én ugye tériszonyos vagyok, tériszonyos, és emiatt nagyon féltem tőle, de jobb volt, mint amire számítottam. Nagyon élveztem, látványosság is nagyon szép volt, úgyhogy egy jó élménnyel távozunk, én úgy gondolom. A gépet Szabó Zoltán, Topi, az egykori MiG-29-es világbajnok vadászpilóta vezette. Még mai napig is repülgetek, oktatok, meg gyrokopter repülök, merevszárnyúval, forgószárnyúval, szeretem a repülést, ha valaki megfertőzik, az nyilvánvaló úgy van vele, hogy szereti azt, hogy az életű végigkíséri. Kétféle ember létezik, aki, hogyha a levegőbe repül egy repülő, és fölnéz rá, akkor általában annak pezseg a vérébe repülős ösztön. Aki nem néz fel rá, abból soha az életben nem lehet pilóta. Na, én a felnézős típus voltam. A katonai hagyományőrzők történelmi kalandozásra invitálták a résztvevőket. Az egyik sátorban régi viseleteket, egyenruhákat, hadászati felszereléseket mutattak be. A másikban, ahol céllövészetre is volt lehetőség, a fegyverhasználatról szerezhettek ismereteket.